Hát a trash art ugye egy szójáték, a trash, mint hulladék és szemét, illetőleg az art, mint művészet szóból ered, és nem nehéz kitalálni, hogy azért vagyunk itt, és azért látjuk ezt a sok szobrot, mert az alkotók új életet adnak a hulladéknak szobor formájában. A trash art Magyarország történetének ez az egyik legnagyobb kiállítása, mert idén 40 szobor is látható Gödöllőn, és az a különlegessége ennek a kiállításnak, hogy vándorkiállításként tovább mennek majd ezek a szobrok. Meg lehet őket tekinteni a budapesti akvárium előtt, illetve az Expón, majd a 60-i királykastély parkjában is, és a végleges helyük pedig itt a Gödöllői Arborétumban lesz majd. Nagyon örültünk, hogy a pályázatra nagyon sok visszatérő alkotó jelentkezett, és természetesen vannak új pályázók is, és az összes alkotót tulajdonképpen az újrahasznosítás nagyköveteinek tartjuk. Két lépcsős zsűrizésen esnek át az alkotók, volt egy előzsűri, és azt tovább kellett szűkíteni, és 8 alkotó jött el idén, és ahogy már említettem, 40 szobor látható összesen tőlük. Anyaghasználat tekintetében nagyon széles a paletta, sokféle anyagot használtak fel idén is a pályázók. Ugye szem előtt kell tartani, hogy újra használjuk az anyagokat, illetőleg sok természetben lebomló anyagok is kerüljenek fel a szoboralkotása közben.